Kapról jött. De nincs olyan nagyon messze, meg hát egy párszor futottam itt már, és hát tetszett. Nem mindig tudok eljönni, de amikor tudok, eljövök. Az idén nyáron két hónapig nem tudtam futni, mert lesérültem. Nem túl jellemző rám, de két hete sikerült lefutnom a maratont, 6-7 felkészülés után, úgyhogy most már bátrabban jöttem ide. Nem panaszkozhatom, az elmúlt 9 évben mindig a korosztályos dobogó összejött. Egy picivel most többet futottam, mert szeptember végén elmentem Bajára egy fél maratonra, és az borzalmas rosszul sikerült, úgyhogy most egy kicsit próbáltam böcsületesen fölkészülni rá, tehát egy kicsivel többet futottam, majd meglátjuk, hogy mivel lesz elég. Mi a célod a mai napon? Kiérni Harkányba. Az idő az tényleg jó, futásra tökéletes, annyi, hogy elhúzódott a neveztetés, gyakorlatilag január óta készülünk a versenyre, máskor elég szokott lenni 3-4 hónap a szervezésre, így most gyakorlatilag egész évben ezzel foglalkoztunk. A versenyszezonnak a vége felé vagyunk, pont fordítva, de a Covid miatt most lehetett csak megrendezni, aminek nagyon örülünk, hogy meg lehetett rendezni a versenyt. Nem tűztem ki semmilyen időeredményt, szeretném azért 2,5 óra alatt, vagy rövidebb idő alatt lefutni, de ahogy sikerül. Hát a Pécs Harkány futóversenyen én most másodszorra indulok, amúgy elég sok futóversenyen indultam már, de hát nem is volt kérdés, hogy ezen is szeretnék idén is indulni. A váltóba indulunk, mindenképpen szeretnénk minél jobb eredményt elérni. Tavaly ez úgy sikerült, hogy céges váltóban női váltóként indultunk, akkor sikerült a harmadik helyezést elérni. Idén egy fiú csapattársunk a harmadik tag, vagyis ő futja az első szakaszt, így fiú váltóként indulunk, úgyhogy kicsit kevesebb az esély. Próbáltam kényelmesen futni, ugyanazért dolgozni kellett ezért is, de hát a tervezetnek megfelelően alakult, még gyorsabban is futottam, mint ahogyan előre gondoltam. Örülök, hogy végül ennyi idő alatt be tudtam élni, elvileg ez új pályacsúcs. Az elejét terveztem gyorsabban megfutni, ugyanis
csapatban is érdekeltek vagyunk. Az első szakaszon volt a hangsúly. Elég nehéz volt, főleg az eleje. Igazából nagyon tetszett, nagyon jó volt, csak hát nehéz volt. Nehéz volt, hogy beton volt, meg emelkedett végig, és az is. Igazából ugyanúgy csináltuk az edzéseket, mint eddig, keményen edzettünk mindig. Most futom másodszor az egész távot. Elsőre se élveztem annyira. Ha látok egy lefelét mindig újabb célba végezik, nagyon aki biztos, hogy vántul. Megrántják a hasamat, és befutó kicsit fáj. Majd. Most is. Mindenkívül aztán egy újabb váltót látok. Tegnap mezőligán voltunk, és én sajnos eléggé kifutottam magam. De hát ők még egy picit messzébb vannak. Próbáltam tartalékolni, illetve a váltótársamat segíteni a második szakaszon. Mostani látottakat az MG Product Taposvár Atlétikai Klub fér. Végig a fejemben volt, hogy az emelkedőn is oda tegyem magam. Most annyira erre nem voltam felkészülve, de a lejtők azok könnyedén mentek. És tehát végül egy szép eredményt hoztunk össze. Első helyezet, ez volt a cél, és el is értük. Edzésbe kell lennünk, ennélkül nincsen versenyzés, tehát ahhoz kellenek az alapok. Erre számítottam, Ádámnak a képességeivel tisztában vagyunk, vártam is, hogy nyerni fog. Azt nem gondoltam, hogy ennyivel, de azt tudni kell, hogy tegnap Békés Csabán egy ligamezein versenyeztek, ahol 8 kilométert kellett versenyezni, ott ötödik lett az Ádám, és a másodiknak beérkező Baumholzer Máté pedig hetedik. Ugye ez új pálya, tavaly futották ezt először, akkor a kenyai versenyző hasonló időt futott. Úgyhogy hogyha a tegnapi versenyt levesszük az Ádám terheléséből, akkor ez talán jobb is lett volna. Körülményekhez képest szerintem nagyon jó a létszám. Ez egy ideális futóidő, ez a 15 fok. Jó lenne máskor is ilyen időben rendezni, de mint mondtam, vissza fogunk térni a márciusi időhöz.